Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit kellene tudnod a párkapcsolatot, a szerelmet illetően? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt ez a kép, a levegő eleme utal az ő jelenlegi helyzetére. Mit jelent ez a levegő eleme? A szabadság érzete, a könnyűség és a kommunikáció, hiszen a levegő eleme ezt szimbolizálja. Az azt jelenti, ő beszélni akar veled. Most megtekintjük az ő gondolatait és terveit. Itt látható ez a lovas kocsi, az utal egy új irányra. Ő döntéseket fog hozni. Melyik irányba irányítja az eseményeket? A kép megadja erre a választ, jönni fog és megérint téged. Most megnézzük az ő érzelmeit. Itt a hatos szám utal a múltra, itt vannak emlékek nála a múltból, így mondhatnám azt is, olyan nosztalgikus ez a szerelem. A kardok itt a képen szintén a levegő elemére utalnak, ugyanúgy, mint itt ez a kép. Ő áttette magát a félelmein. Itt előre mennek az események. Ő beszélni akar veled. Itt bal oldalon van 4 kard, az azt jelenti, ő lezárt valamit a múltból. A 2 felső kard, itt a fej fölött, jelenti a gondolatokat, a terveket. Tehát ő valamiről be akar számolni neked. Mivel itt ezen a helyen, a kirakásnál érzelmekről van szó, beszélni akar az érzelmeiről. Azt is el fogja mondani, hogyan tovább, melyik irányba irányítja ezt a lovas kocsit. És most megtekintjük azt, hogy hat ez ki rád. Itt láthatóak az utak, az azt jelenti, hogy a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem véletlen. Itt ez a lovas férfi, ugyanúgy, mint itt ezen a képen, azt jelenti, itt lesz mozgás. Ő kezébe veszi a dolgokat, irányítja az eseményeket. Amit ez a kereszteződés még jelenthet, hogy ő, vagy te, vagy mindketten elérkeztek most az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt döntésekről lesz szó. A gyűrű az lehet egy ajándék, vagy egy eljegyzés, amit ez a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér az életedbe. Ez lehet egy karmikus kapcsolat is, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, és visszatér hozzád, a sors utatok itt újra kereszteződni fog. Hogy hat ez ki a te érzelmeidre? Erre utalnak a következő kártyák. Jó reggelt! Itt minden olyan szépen indul, tehát van itt egy jövő, egy új kezdet. Ez a háló, az jelentheti azt, hogy be akar hálózni téged, vagy utalhat internet kapcsolatokra is erre a hálózatra,
Amit még ez a kártya jelenthet, hogy minden olyan átláthatatlannak tűnik kezdetben. De ez csupán a kezdet, mert itt a harmadik kép jelenti azt, hogy ami eddig átláthatatlan volt, mert valaki itt álarcot viselt. Most, vagy a közeljövőben kiderül az igazság. Itt kinyílik ez az ablak. Ez lehet internet kapcsolat is, vagy azt is jelentheti, hogy itt kiderül a valóság. És az, ami téged most befolyásol, ami következni fog a közeljövőben, az lesz egy új kezdet, és itt látható ez a nyugalom, ez a vidámság, tehát valami kellemes történik nálad a közeljövőben, mert ő megérint téged, beszélni akar veled. És így sok minden tisztázódik kettőtök között, vagy mindaz tisztázódik, amit átéltetek eddig, itt kiderül az igazság. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!